Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A Magyar Kultúra napjának előestéjén szeretettel köszöntöm Önöket. 200 évvel ezelőtt, 1814. április 6-án Székesfehérváron született Ibn Miklós, az egyetemes magyar építészet zseniális alkotója, a magyar kultúra meghatározó létrehozója, és az ő munkásságának, alkotásainak bemutatását is szolgálja az IBL emlékév. Ibn Miklós részben Münchenben, részben Párizsban végezte tanulmányait, olasz-itáliai tanulmányutat is tett, és elsőrendű hazai mestereknél szerezte meg tudását. Életműve, pályafutása, első szakasza a kései klasszicizmus alkotásait gyarapította, majd jelentősen hozzájárult a romantika alkotásaihoz, de mégis az érett Ibl elsősorban a neo-reneszánsz alkotójaként vonul be magyar építészet kincsestárába. A historizmus meghatározó, talán legnagyobb alakja Ibn Miklós. Élete során mindvégig figyelemmel kísérte az európai építészet irányait, és ezeket az ismereteket, ezeket a tapasztalatokat a mindennapi tevékenysége során alkalmazta is. Pályafutása első szakaszában a céhes rendszerbe tagozódott be, hiszen az akkori szabályokat neki is figyelembe kellett venni, neki is alkalmazkodni kellett ehhez, és a pályafutása érett szakaszában pedig, mint kiváló tervező, tervezőiroda működtetőként alkotta meg műveit. Életművéből 90 alkotás műemlék, ránk hagyva a megismerés örömét és a megőrzés felelősségét. Ha alkotásaiból fel kell említeni néhányat, akkor elsősorban a Budapesti Operaház, a Várkert Bazár, a Fő Vámház, ez az épület, ahol most is vagyunk, az Ibl Palota, a Fóti Károly Kastély, a Fóti Templom, a Bakácstéri Assisi Szent Ferenc Templom, vagy ugye, ahogy mondtam, a Várkert Bazár is hozzátartozott a életművéhez. De nagyon sok főúri megrendelésnek tette eleget, kastélyépületeket, szakrális épületeket tervezett és kivitelezett pályafutása során. Nem csak a mai Magyarország területén alkotott, vagy találhatók meg alkotásai, hanem a történelmi Magyarország területén például a Kaplonyi templom épülete, vagy a Mácsai kastély épületet tudnám említeni, mint amelyek a történelmi Magyarország területén találhatók. Fontos az, hogy a mai nemzedék is megismerje Ibn Miklós alkotásait, megismerje azokat a műveket, amelyek ma is használatban vannak, amelyeket ma is működtetünk, ahol ma is élünk, és ahol ma is dolgozunk, és ahol ma is olyan kulturális élményeket szerzünk, amelyek Ibn Miklós alkotásai névén nélkül nem jöhettek volna létre. Ibn Miklós kincsestárának a megismerése, megismertetése, átörökítése, védelme a mi felelősségünk és feladatunk. Ezt szolgálja az Ibl emlékév, amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr, és amelynek programját elnök úr fogja ismertetni. Köszönöm szépen figyelmüket! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Államtitkár úr már itt részletesen méltatta Ibl munkásságát. Azt hiszem, hogy ezt nem kell kiegészítenem semmivel sem. Mindannyian tudjuk, akik itt a teremben vagyunk, hogy a magyar építőművészet nélküle ma nem az lenne, ami végül is vált és ahogyan alakult. Egy fantasztikus építészeti kultúrával rendelkező nemzet vagyunk, amire méltán lehetünk büszkék, úgyhogy köszönöm szépen, hogy államtitkár úr szakmai kérdéseket is itt összefoglalta a sajtótájékoztató keretében. Mint államtitkár úr is jelezte, széleskörű összefogás eredménye lesz az az emlék év, az a program sorozat, amelyet ma indítunk útjára. Nem véletlen az, hogy Pintér miniszter úr ennek az évnek a védnöke, hiszen ő az építésügyért és az örökségvédelemért is felelős minisztere a magyar kormánynak. És miniszter úr és a belügyminisztérium ezúton is köszönöm meg államtitkár úr és szaló helyettes államtitkár úr segítségét és munkáját is.
a minisztérium magáinak érzi ezt a program sorozatot, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy mint az Emlékbizottság tagjai több mint fél éve alakítják is az éves programtervet, tehát egy kiváló együttműködés tanúi lehetünk újra a kulturális terület és a belügyi, az építésügyi felelős terület képviselői között. Áder köztársaság elnök úr, mint hallottuk államtitkár úrtól, vállalta a fővédnökséget. Ez azt jelzi, hogy az államfő is kifejezetten fontosnak tartja mind a program sorozatot, mind azt a jelentős életművet, amelynek a megünneplésére is most készülünk. És az az emlékbizottság, amelyben az érintett felsőoktatási intézmények képviselői, az IBLÜL Egyesület és annak vezetője, aki az egész emlékévet kezdeményezte, Smodis Júlia, és a Magyar Építőművészek Szövetségének, a kamarának a vezetői, tehát valamennyi érintett szakmai szervezetnek, egyesületnek, felsőoktatási intézménynek, a Művészeti Akadémiának a vezetői állnak, vagy álltak össze és hozták létre az Emlékbizottságot, amely mostanra az egész évre vonatkozó programsorozatot állított össze. Ezt a programsorozatot a Nemzeti Kulturális Alap 100 millió forinttal támogatja. Ennek a 100 millió forintnak a kétharmadát az év első felében fogjuk felhasználni, az egyharmadát pedig az év második felében, részben meghívásos pályázatokkal, részben nyilvános pályázatokkal, olyan szakmai konferenciákat, olyan kiállításokat, olyan kiadványokat támogatva, amelyek nem csak IBLÜL munkásságára, hanem a magyar építőművészet egészének jelentőségére, ezért is döntöttünk, hogy ne csak az legyen az emlékévnek a címe, neve, hogy IBLÜL bicentenárium, azt is, hogy a magyar építészet éve, tehát amely a magyar építészet, építőművészet jelentőségére, gazdagságára irányítja rá a figyelmet. Sőt, azt szeretnénk, hogyha egyértelmű lenne mindenki számára, hogy a magyar kultúra, a magyar kortárs magyar művészet az építészet nélkül nem lehet teljes. Az építészeket mi ugyanúgy az építőművészeket ugyanolyan alkotó művészetnek tekintjük, mint bármely más művészeti ág képviselőjét. Az emlékév gazdag programjaiból nem akarok most különösebben kiemelni egyet sem, hiszen a sajtóanyagban ezt a kollégák elolvashatják, viszont szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ennek az emlékévnek a kiemelkedő eseménye lesz az IBLÜL Várbazár, a Várkert Bazár átadási ünnepsége. Örömmel jelentem be a sajtónak, hogy terveinek megfelelően az első ütemmel március 30-ére elkészülünk, és április 3-án délelőtt 10 órakor miniszterelnök úr fogja felavatni a Várbazárt. Erre az avat ünnepségre természetesen a sajtóképviselőt és a széles nyilvánosságot is várjuk, hiszen ez egy komoly ünnepség lesz. Mi ezt április 6-ához IBLÜL születésnapjához igazítottuk, a sors úgy hozta, köztársaság elnök úr bejelentésének köszönhetően, hogy aznap lesz a választás is. Így kevesebb figyelem fog a születésnapra jutni, hiszen április 6-án mi egy jelentős gálaműsort is fogunk tartani az Operaházban, és ekkor a születésnapkor a gálaműsoron fogja átadni Pintér miniszter úr az IBLÜL díjakat az arra érdemes építészeknek, de bízunk benne, hogy az a nagy-nagy politikai forgatag, ami azon a héten várható lesz, azért sem erről a jelentős eseményről, az IBLÜL Várbazár átadásáról, sem a születésnapi gáláról, az Operaházi estről nem fogja elvinni a figyelmet, úgyhogy kérjük a média képviselőit, hogy mindkét eseményre figyeljenek oda. Az IBLÜL Várbazár átadásával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a több mint 9 milliárd forintos beruházás első ütemét adjuk át. Ez az első ütem valójában az IBLÜL által tervezett részeknek a felújítását tartalmazza, tehát a régi épületet fogjuk átadni, és aztán az átadást követően folytatni fogjuk a munkát, az új részeket fogjuk befejezni, és új részeket fogunk még építeni. Az átadás ünnepsége természetesen a kiállító terek is megnyílnak az IBLÜL Várbazárban, 3 kiállítással fogjuk indítani azt a kulturális program sorozatot, amely majd itt meg fog jelenni a Várkert Bazárban. A 3 kiállításból az egyik IBLÜL Miklós munkásságát földolgozó kiállítás, a másik a Várkert Bazár felújításakor előkerült régészeti leletekből összeállított, a Budapesti Történeti Múzeum régészei által összeállított kiállítás lesz. A harmadik pedig a Várkert Bazár felújításának
építészeti és fotódokumentációja. Mind a három kiállításhoz, amely már a megnyitó napján megtekinthető lesz, egy-egy katalógus fog társulni, tehát egy komoly a szakmai közönséget is megszólító kiállítással indítjuk útjára a felújított Várbazárt. A második ütemben folytatjuk az építészeti munkákat, be fogjuk fejezni a kerülettel közösen végzett munkát a közlekedés operatív programból, számunkra biztosított támogatást felhasználva, ugye elkészül a mélygarázs, elkészül a Lánchíd utcának majd a teljes felújítása, egy dunai kikötő, tehát az év második felére mindezen új építmények és útfelújítással is el fogunk készülni. Én azt gondolom, hogy így egy rendkívül szép és méltó környezettel fogjuk gazdagítani a fővárost, és azok a problémák, amelyek 100 éven keresztül jellemezték a Várkert bazárt, meg fognak szűnni, hiszen azok a funkcionális hiányosságok, amelyek abból következtek, hogy Ibl tulajdonképpen csak lezárta a várnak ezt a részét, és úgy nézett ki az egész, mint egy díszhomlokzat, de sosem találták meg igazán a megfelelő funkciót, az most azzal, hogy egy 600 férőhelyes multifunkcionális rendezvényteremmel, vagy 300 gépkocsit befogadni képes mélygarázssal, a várra közvetlen összekötetést nyújtó lift és mozgólépcső rendszerrel is ki fog egészülni a Várbazár, így ténylegesen fogjuk tudni fogadni a látogatókat, és egy nagyon komoly létesítménnyel fog gazdagodni a főváros és az egész ország, az egész nemzeti közösség. Mint említettem, miniszterelnök úr fogja felavatni április 3-án a Várkert bazárt. Még egyszer mindenkit szeretettel hívok és várok erre az eseményre. Ezen kívül az emlékév, azt kérem önöktől is, hogy az emlékév valamennyi programját, eseményét kövessék figyelemmel. Én azt gondolom, hogy egy nagyon gazdag program sorozattal készültünk. Lesz miért odafigyelni a magyar építőművészetre és az egész Ibl bicentenáriumban. Köszönöm szépen!